üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban a Hellboy gyűjteményes kiadványoknak az első kötetét fogjuk egy picit megnézni. A Hellboy sorozat eredetileg a DC logója alatt jelent meg, magyar kiadványban viszont már több kiadót is megjárt a sorozat. Eredetileg a Cartaphilus kezdte kiadni, ők 3 kötetig jutottak, aztán jó néhány évvel ezelőtt a Vadvirágok könyvműhely kezdte újra kiadni őket, és most már egész szép sorozatot tudhatunk magunkénak, hogyha ezeket begyűjtöttük. Az itt látható kiadvány, amely pont szemez velünk, ez lényegében egy gyűjteményes kiadvány. Tekintve, hogy Hellboy filmek terén már többet is láthattunk, tehát készült ugye 2 Guillermo del Toro rendezésében, illetve 2019-ben rebootolták a sorozatot. Ezen felül 2 animációs film is napvilágot látott, az még a Guillermo del Toro érában történt, illetve jövőre fog érkezni egy újabb reboot film. De térjünk is vissza magához a kötethez. Ahogy az látható is, nagyon-nagyon szép, kemény borítást kapott, mely lényegében ilyen anyag jellegű, ami nagyon szépen megidéz régebbi érában kiadott könyveket, és egy elég vaskos és nagy darab kiadásról van szó. Példakép, hogyha mellé emelném Szukics által kiadott Witcher képregényt, akkor látható is talán az, hogy mennyivel nagyobb darab maga a kiadvány. És ezen a ponton már csak azért is érdekes maga ez a Witcher képregényünk is, mivel magának a borítójának a tervezetét is Mike Mignola készítette, aki egy elég egyedi rajz stílussal rendelkezik, amit viszonylag nagyon-nagyon könnyű felismerni. Természetesen egy ilyen hosszú ideje futó szériánál előfordul az, hogy mások is bekapcsolódnak a rajzolásban, ez viszont érződik is magának kötetnek az anyagán, és hogyha majd bele is fogunk pörgetni, ezt fogjuk is látni. Ha pedig Hellboy történetét nagyon-nagyon röviden össze akarnánk foglalni, akkor igazából főszereplőnk az alvilágból került a, mondhatni, mi világunkba, viszont olyan emberek mellett nevelkedett, akiknek köszönhetően igazából a sötétség erői ellen veszi fel a kesztyűt, és igyekszik levadászni azokat. De nézzünk is bele magába a kötetbe. Ha jól megfigyeljük, akkor kapunk egy anyag könyvjelzőt is hozzá, hogy könnyebben tudjuk követni, hogy hol is tartunk magában a képregényben. És ahogy itt az első szakaszt ki is nyitom, látható is, hogy Mike Mignola milyen rajzokat készít, milyen stílusban rajzol. A Hellboy történetek rengeteget merítkeznek a folklorból, így ezeknek különböző átdolgozásaival találkozhatunk magukban a történetekben. És egyébként Mignola rajzolására nagyon jellemző az, hogy egyes színeket nagyon kiemel, még általában a sötét és pasztel színekkel nagyon-nagyon ügyesen dominál. Viszont a rajzstílusa mondhatni nem a legkidolgozottabb, sokkal inkább stilizáltan igyekszik megjeleníteni az egyes karaktereket, köztük magát Hellboyt is természetesen, és megértem, hogy egyeseknek ez a stílus nem nagyon fog bejönni, én viszont nagyon-nagyon kedvelem. Picit bele is lapozunk. Ja, itt látható történet például a Hellboy Mexikóban sorozatból származik.
És természetesen legtöbb képregényhez hűen, pláne hogyha gyűjteményes kötetről van szó, akkor különböző látványterveket, vázlatokat is láthatunk. Egyesek akár jobban ki is emelve, amelyek csak a háttérben pici formában jelennek meg, illetve maguk a készítők is egy-egy gondolatot fűznek magához az egészhez. És itt például látható is, hogy a kezdeti tervezetből hogyan vált később egyre részletesebbé maga az egyes rajz. És amint említettem, ugye különböző rajzolók is dolgoztak magának köteten, nem csak Mignola. Itt például látható is az eltérés a korábbi ábrázoláshoz képest. Bár Hellboy maga nem egy hagyományos képregényhős, mint például Batman, Pókember vagy Superman, mindazonáltal neki is elég kiemelkedő szerepe van ebben a műfajban. Összegezve azt tudnám mondani, hogy a Vadvirágok műhely kiadó egy nagyon remek sorozattal rukkolt elő, amikor úgy döntött, hogy kiadja magát a Hellboy képregényeket. Én kifejezetten kedvelem az egész sorozatot. Így a képregényre rajongóknak azt tudnám mondani, hogy vele, hogyha legalább egy-egy történetét vesszük is csak meg, mindenképpen érdemes foglalkozni. Tényleg Mignola nagyon egyedi rajzolási technikája az, amely még felteszi az íjra is a pontot, hogyha így mondhatjuk. De az alaptörténet is nagyon érdekes lehet a számunkra. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, hello!